Pajti olyan birka pörköltet főzött, hogy öreg barátja megnyalta utána mind a 10 ujját, ahogy az ördög a szélbanya főztje után. Bácsapó hamarosan felerősödött, de a kecskepásztorkodástól egy életre elment a kedve. Egyetlen megmaradt kecskéjét, a Tóbiást viszont nagy becsben tartotta, vigyázott rá, mint a szemefényére. Semmi pénzért nem vallotta volna be, de ez a huncut kecske sokkal jobban a szívéhez nőtt, mint akármelyik másik, pedig volt neki bőven élete során. – Tóbiás! Tóbiás, merre vagy? Csak nem az ördög vitt el! Bácsapó dörmögő hangja betöltötte a tanya hátsó udvarát. Amilyen hatalmas ember volt az öreg, a hangja is oly erőteljesen zengett. Füttyögetett néhányat, hisz kecskéje a fügy szót épp úgy értette, mint egy kutya, és hívására mindig előjött. – Tóbiás, te hírös! Tán megszöktél? Bácsapó a ház mögé került. A náttetős épületet kajszi barackos vette körül. Itt termett az öreg legkedvesebb gyümölcse. Frissen is nagyon szerette, de volt még valami, amit legalább annyira kedvelt, a kajszi barackból főzött pálinka. A szomszédok is csodájára jártak az itókának. Az apó végre meglátta a kecskét, és pislogott egy nagyot. Ilyet még az öreg apám se pipált, törtek fel belőle a szavak. Tóbiás a kert végében ült. Igen, ült. Méghozzá a két hátsó lábán. Bácsapó legkedvesebb állata úgy ült a kerítés tövében, mint egy kutya. A nyelve is kilógott. S ha ez még nem lett volna elég, Tóbiás meg is szólalt. Igaz, csak halkan, de tisztán lehetett hallani. Be! Be! Az öreg hátratolt a sipkáját. Még ilyet? S hegyezte a fülét, hát ha csak rosszul hallotta. De nem. Tóbiás még egyszer hallatta a hangját. Be! Uram, atyám, ne hagyja el ez béget! Suttogta az öreg. Akkor te most kecske vagy, vagy birka? Választ sem várt, sarkon fordult, indult segítségét Kun Pajtihoz. – Szomszéd! Szomszéd, gyere, segíts, nagy a baj! – Mi az, te nagy melák? – kérdezte Kun Pajti, aki épp a juhait nyírta, hunyorgó szemmel nézett fel az izgatott szomszédra. – A birkáid megbolondították Tóbiást, ott ül a kerítés tövében is, és béket. Na, erre már Kun Pajtinak is megnyúlt az ábrázata. – Az nem lehet. – De bizony, gyere, győződj meg erről magad is! Ment a két öreg, a félig nyírt birkák bambán bámultak utánuk. Az áldóját, igazat szóltál, vakarta meg fejét a hegyes sipka alatt Kun Pajti, miután megpillantotta a kecskét, aki bánatos bégetéssel köszöntötte őket. Megbolondult, az eszét vesztette. Aztán Kun Pajti tekintete a kajszifa alatt álló hordóra tévedt. A jókora nyitott fakád cefrével erjedt barackklével volt tele. Pesgett a cefre, csak nem szétvetette a hordó oldalát. Kun Pajti keskeny szemében huncut szikra gyúlt. – Hely, komám! Tudod, mi a te Tóbiásod baja? – Mi? Ez rájárt a cefrés hordóra, és pityókás lett. – A mindenit! Nézett nagyot bácsapó, igazad lehet, Pajtikám. Úgy történt valóban, ahogy a szomszéd mondta. Tóbiás addig-addig szaglászott a kajszifák körül, amíg két melső lábával felágaskodott a hordó peremére, s megkóstolta a pezsgő cefrét. Ez nem is rossz, mondta volna, ha tud beszélni. De így csak mekegett, s nagy kortyokba nyelte az innivalót, aztán gondolt egyet, és beleült a hordóba. A nyelve egyre lassabban pergett, végül össze is akacs, már nem mekeget, hanem bégetett. Hát, így esett, hogy bácsapó barac pálinkájától Tóbiás csak bégetni tudott bamba birka módjára. Másnapra szegény kecskének nem csak a hangja, hanem a szeme is olyan lett, mint a Kun Pajti birkájé. Bambán nézett a világba, és legelni sem nagyon akart. Megtetszhetett neki a bódult állapot, mert a következő évben megint elkezdett csündörögni a cefrés hordó körül. Bácsapó azonban, okulva a korábbi esetből, a hordót levitte a pincébe, nehogy kedvenc kecskéje még egyszer felöntsön a garatra. Tóbiás csalódottan elkullogott, de aztán, ahogy beleszimatolt a levegőbe, valami megcsapta az orrát.
Elindult a barackfa felé, és beleharapott az egyik hullott barackba, amelyik már erjedésnek indult. Rögtön felcsillant a szeme. Hamarosan megette az összes lehullott gyümölcsöt. Délután már a kert végében hortyogott. Bácsapó kés jött a házból, hogy leteremtse. Tóbiás, az üstöködet! Tehát csak nem megint bepálinkáztál! De a kecske nem sokat foglalkozott gazdája méltatlankodásával, a másik felére fordult, s már horkolt is tovább. Bácsapó legyintett egyet, és visszament a házba. Meghúzta a pálinkás bugykost, gondolta, ez majd segít visszaaludni. Aznap egy idegen tévedt a környékre. Peti cigány néhány éve még drótos volt a mizsei puszta templom környékén, de aztán a vakszerencsének köszönhetően gazdag ember lett belőle. Rábukkant egy kőkecskére, amelyben hajdanán a törökök rejtették el rabolt kincseiket. 150 esztendővel ezelőtt egy török dervis megátkozott egy kecskét, amiért az nem adott neki tejet. Szegény pára azon nyomban kővé vált. Ezután a dervis a rabolt kincseket ebbe a kecskébe rejtette, hisz a csoda tevéshez is értett. Elkezdett körülötte táncolni, és közben varázsszavakat mormolt, mire a kőkecske szétnyílt. A dervis belerakta a kincseket, majd ismét elvégezte a rituálét, s a kecske újra egyben állt a helyén. Aztán odalépett, kezét a szarvára tette, szemét lehunyta, és még néhány varázsigét mormolt. Így lakatolta le a kincses ládát, s bizony, aki fel akarta volna nyitni, a kőkecske mindkét szarvát egyszerre egy irányba kellett csavarnia. A pogányok eltakarodtak az országból, a kőkecske azonban nem mozdult a puszta templom tövéből. A népeknek eleinte bökte a szemét, hogy került oda ez a furcsa szobor. Próbálták megmozdítani, széttörni, de sikertelenül. Makacsul ellenállt csákánynak, kalapácsnak, fejszefokának, mintha oda nőtt volna a földhöz. Nyomkodták a szemét, húzigálták a szakállát és a farkát, próbálták tekergetni a szarvát jobbra-balra, de hasztalan, jól védte a dervis mágia. Egy idő után felhagytak a próbálkozással, és már senkit nem érdekelt. Peti cigány járta a környékbeli falvakat, tanyákat, és a törött cserépedényeket összedrótozta. Ha valami kis pénzhez jutott, hamar elverte az utolsó garasig, a legközelebbi ivóban. Egyik este is ott járt a mezítlábasan a kocsma döngölt padlóján, a sógóra húzta a nótáját. Itt ugrálsz itt, mint egy bakkecske, szólt rá az egyik tanyasi, mire Peti jól megmérgesedett. Én? Bakkecske? Méltatlankodott, s kitámolygott a kocsma ajtón. Úgy hajították utána a kalapját. A rókatáncra azt mondani, hogy bakkecske, ugra-bugra? Ha, füstölgött, miközben lyukas kalapját úgy a fejébe húzta, majd leszakadt a karimája. Mérge hamar elpárolgott, s énekelve indult hazafelé. A templom előtt tekintete a kőkecskére vetődött, és megint bedühödött. Mintha ez a kőből való bakkecske is csak őt csúfolná. Borgőzösen nekiesett, és ütötte, vágta, ahol csak érte, bele is rúgott, csak nem eltört a mezítele lábfeje. Fél lábon ugrálva átkozta a tanyasiakat, meg a kőkecskét is. – Hogy a devla gyűjjön rátok! – füstölgött. Ekkor egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, belekapaszkodott a kecske mindkét szarvába. S lásd csodát, a kőkecske azon mód szétnyílt. Peti lába előtt ott hevert a törökök összes kincse. Először azt hitte, csak a szeme káprázik, talán tényleg túl sokat ivott. De aztán a látomás makacsul tartotta magát, s ahogy tapogatta a kincseket, nem foszlottak köddé a keze között. Levette az ingét, és amennyit csak tudott, beledobált, miközben a feje ide-oda járt, mint a mókusnak, nehogy meglepje valaki. Kettőt fordult, mire mindet hazacipelte. Hajnal előtt még egyszer visszatért, és úgy összedrótozta a kecskét, hogy messziről meg nem mondta volna senki, hogy bármi is történt vele. Peti másnap felkerekedett, és többé nem tért vissza. Beszélték ugyan, hogy cifra ruhában, új kalappal a fején, díszes fogatot hajtott a kecskeméti heti vásárban, de erre csak legyintettek a népek. Persze, pont a Peti, akinek a kalapján annyi lyuk van, mint a tészta szűrőn. Beköltözött a városba, és két kézzel szórta a pénzt. Régen sem vetette meg az itókát, de ettől fogva soha nem volt józan. 3 év alatt lefogyt a torkán minden kincs.
Mikor szembesült azzal, hogy csak néhány lyukas garasa maradt, betért egy ivóba, kikért egy flaska bort, majd egymagába járta a rókatáncot az ivó közepén. A kocsmáros megelégelte az egyszemélyes mulatságot. Elkapta a grabancát, és kipenderítette az ajtón. Miután kiadták az útját az ivóból, Peti szörnyű átkokat szórt. A devla gyűjjön rátok! Botorkálva indult el, s azt sem tudta, merre felé viszi a lába. Elhagyta az utolsó házakat is, már az elszórt anyák között járt. Az egyiknél birkák álltak az udvaron, bambán figyelték az idegent. Én is pont ilyen jámbor vagyok, mint ti, szólt nekik bánatosan. Befogadnátok magatok közé? Be, válaszolták a juhok. A gazdájuk egy alacsony szikár kun sandán nézte a támolygó alakot. Szép kis birka lennél, dünnyögte a bajsza alatt. Egy igazi fekete bárány. Peti egy másik tanyához ért, megtorpant. Hortyogást hallott a kerítés túloldaláról. Felágaskodott, és belesett a kertbe. Ilyen szerencsém nem lehet, suttogta mámoros hangon. Találtam még egy kőkecskét. Körbenézett, majd megpróbált bemászni az ágakból font kerítésen. Harmadik próbálkozására sikerült neki, és az alvó Tóbiás mellett lehuppant a földre. Remegő kézzel simított végig a kecskén. Kicsit furcsának tűnt, hogy szőr van a hátán, de annyira izgatott volt, hogy nem foglalkozott ilyen aprósággal. Hogy is kell szétszedni? Mit kellett rajta megtekerni? Próbálta felidézni, hogy a puszta templomi szobornál miképpen csinálta. Elszántan beleköpött a tenyerébe. Megmarkolta az egyik szarvat, jó erősen megcsavarta. Semmi. Ezután a másikkal próbálkozott. Tekerte, rángatta, de semmi sem történt. Ekkor mérgében jól meghúzta a kecske szakállát. No, erre már Tóbiás is kinyitotta a szemét. Ott pislogtak egymással szemben. Tóbiás lassan felállt, mint egy jó házőrző, rámordult a betolakodóra. Peti hátratolta a lyukas kalapját. Ennek a felesem tréfa motyogta, és igaza is lett. A kecske leszegte a fejét, és lábával kaparni kezdett. Petinek több sem kellett, talpra ugrott, s már futott is Tóbiás meg a nyomában. Amikor elérte, szarvával bökött egyet a menekülő hátsóján, hogy Petinek leesett a kalapja. Futás közben a maradék garasa is kipotyogtak lyukas zsebéből, miközben torka szakadtából segítségért kiáltozott. No erre, bácsapó is kijött a házból, és Kunpajtival csodálkozva nézték a fogócskázást. Ez meg mi a csuda? Kérdezte. Úgy látom, a kecskét fogott egy fekete bárányt, felelte a Pajti, s jót kacagtak, még a könnyük is kicsordult.